Azért is gondoltuk ezt, mert a polgárőrség egyik olyan komoly civilszervezet a faluban, aki nap mint nap felügyeli, vigyázza a faluban élő emberek mindennapi éjszakáját, és ők azok, akik figyelnek a biztonságunkra. Ők azok, akik bármi gond vagy probléma van, számíthatunk rájuk, és azért gondoltuk azt, hogy ha van rá lehetőség, akkor mindenképp a polgárőrséget szeretnénk támogatni, és ebből az eszközzel abban szeretnénk segíteni, hogy könnyebbé tenni az ő munkájukat. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez egyfajta elismerés is egyben a eddigi munkáikért? Igen. Beszélmenőleg. A modern technika mennyiben lehet a segítségükre? Én úgy gondolom, hogy a modern, a polgárőrség nem csak járőrözik, hanem a polgárőrségnek napi beszámolókat kell készíteni a napi munkájáról. Hiszen a polgárőrség ugyanúgy jelentéséket ír a polgármester úrnak, jelentéséket ír az országos parancsnokságnak, és úgy gondolom, hogy a polgárőrség napi jegyzőkönyvet készít. És a mostani modern világban egy komoly eszköz nélkül már nem lehet dolgozni. Mekkora értéket képvisel ez a géppark? Semmiket nem szeretnék elárulni. Mindenképp ahhoz szeretném kifejezni, hogy mi szívesen adtuk, nagy örömmel. És ebben, ahogy az is ismételtem magam, elismerem munkájukat. És a jövőben, ha lesz lehetőség, hogy bármilyen tudunk majd segíteni, akkor igenis azt mondom, hogy nyugodt szívvel fogunk majd neki továbbra is segíteni.